Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, miniszter úr nevében is, és az Agrárminisztérium szervezete nevében is. Megmondom őszintén, mikor bejöttem az előtt csarnokba, egy kicsit meglepődtem, hogy én mit keresek itt. Akkor, amikor ivóvíz versenyről beszélünk, gyönyörű palackos vizek, én az agrárvilágból jövök, mondhatnám azt, hogy szó szerint, az, hogy a minisztériumban dolgozom most már egy pár éve, de igazából én mezőgazdász és öntözési mérnök vagyok, tehát én nekem a víz mást jelent egy picit, mint a csapvíz, vagy az természetes ásványvíz, vagy a természetes vizek és ásványvizek. Ugyanakkor azt azért szeretném elmondani, hogy csapvizet fogyasztok, nem pedig palackos vizet. Tehát itt én egy kicsit olyan furcsán érzem magam, de én a csapvíz mellett döntöttem, szerencsére a mi térségünkben, ahonnan én származom, ez Szenteses térsége, ott jó minőségű ártézi vizek vannak még, és épp itt az előző beszélgetésben elmondtam, hogy büszke vagyok arra, hogy 56 termálkút működik a szűk környezetünkbe, ennek a számos korábbi problémáival együtt, és nem utolsó sorban én úgy talán mondhatnám, sikernek tartom, lehet, hogy önökkel itt vitába tudok egyből szállni, az, hogy a visszasajtolási kötelezettség ennél a ebben a műfajban, ha mondhatom így, az picit talán a nevemhez fűződik, hogy kitoltuk ezt a határidőt annak érdekében, hogy a kertészeti kultúrák a korai zöldségtermesztésben minél fontosabb szerepet tud betölteni ez a nagyszerű energia, és nekünk nem csak a kertészeti termékek, hanem a középületekre is vonatkozik a felhasználása. Ennyit a bemutatkozáshoz, elnézést, hogy nem a hivatalos gondolatokkal kezdtem, de úgy gondolom, hogy egy kicsi bemutatkozás nem árt, és akkor mindenki el tudjuk egymást helyezni a világban, talán egy kicsit érdeklődőbbek is lehetünk egymásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jelenlegi előrejelzések alapján a 21. század végére a Kárpát-medencében az átlag hőmérséklet akár 3,5 fokkal is emelkedhet. A nyári hónapok még intenzívebb felmelegedése, valamint a csapadékos és csapadék nélküli időszakok szélsőséges változása várható, amihez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell. Ez egy nagyon nagy kihívás lesz szerintem az elkövetkezendő években vagy évtizedekben. Számos új feladatot, új gondot fog jelenteni, amelyre megoldást kell találnunk. Például itt van az idei nyár, június és augusztus közepe között, augusztus 20-a között a Dél-Alföldön 16 mm csapadék esett. Ez sem egyszerre, hanem 5 vagy 6 alkalom, 1-2 mm és a pára közötti mennyiségben, és ez azt mutatja, hogy igenis fokozott figyelmet, gondolkodást kell is fordítanunk erre a területre, és nem utolsó sorban felelősségünk is van ebben, óriási, hogy ezeket a szélsőséges időszakokban milyen és milyen módon tudunk részben megfelelni, vagy tolerálni, mert megoldani szerintem nem tudjuk, tolerálni ezeket az időszakokat. Tehát felelősséggel tartozunk a szülőföldünkért, rajta minden természeti, épített és kulturális kincsünkért, megfelelően bánt vízkészleteinkkel, tenni a fenntartható vízgazdálkodásért, gondoskodni vízbázisaink védelméről, nem csak gazdasági, hanem alapvető nemzeti érdekünk is. Az Agrárminisztériumban is ebben a szellemben dolgozunk, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a klímaváltozás okozta negatív hatásokra gyorsan és hatékonyan reagáljunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az öntözés fejlesztés megkerülhetetlen lépés, amely a nagymértékben befolyásolja a magyar mezőgazdaság jövőjét, de itt meg szeretném jelezni, hogy nem csak a mezőgazdaság, az egész vidék élet, az egész vidékfejlesztés jövőjét is befolyásolja. A mezőgazdaság az időjárásnak egyik leginkább kitett, a klímaváltozás által közvetlenül érintett ágazata. Aki mezőgazdasággal foglalkozik, annak mindig az időjárás az első. Mindig arra szoktam én is, vagy szoktunk hivatkozni, ha sok, ha kevés, ha hideg, ha meleg. Tehát nekünk mindig van valami kifogásunk, valami bajunk ezzel a természettel. De azért mi azért vagyunk,
Szoktam mondani, picit kitérő elnézést, kihasználom a lehetőséget, hogy ezt a gondolatot megosszam önökkel, és aztán vagy találkoznak a gondolataink, vagy nem. Meggyőződésem, és egy hazabeszélek természetesen agráriumról, szerintem amikor innovációról és innovatív világról gondolkodunk és beszélünk, meggyőződésem, hogy ezen az agrárvilág túl van. Azért van túl, mert minden egyes gazdálkodó minden nap, mondhatni, új helyzet elé van állítva. Az új helyzetnek való megfelelés, az új gazdálkodás prioritásai figyelembevételével mindenki arra törekszik, hogy még hatékonyabb, még jobb, még gazdaságosabb legyen. Tehát számomra egyértelmű, hogy az agráriumban az innovatívság az mindig is megvolt. Csak most szeretünk erről sokat beszélni, és ez olyan jó hangzatosnak tűnik. Én erre büszke vagyok, hogy az agráriumban ez a fogalom, ha nem is így használt, de mégis mindig ott volt, és remélem ott is lesz. Az intenzív mezőgazdasági termelést, legyen szó szántóföldi vagy gyümölcskultúráról, vagy ipari zöldségnövénytermelésről, öntözés nélkül korszerűen ma már nem lehet elképzelni. Természetesen a hajtatott felületek, a zöldségfelületek is ugyanebbe a körbe tartoznak. A magyarországi öntözéses gazdálkodás elősegítésére mind a keresleti, mind a vízkínálati oldalt fejleszteni kívánjuk. A keresleti oldal támogatására, valamint az öntözéses gazdálkodás elősegítésére az Agrárminisztérium egy intézkedés csomagot készített. Az intézkedési csomag részeként fogadta el az országgyűlés az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt, amely tavaly lépett életbe. Számomra megtiszteltetés volt ezt a törvényt vinni. Alapvető cél a felszíni vízből való öntözés támogatása, amelyet az állam közérdekű tevékenységének tekint, hiszen nem pusztán egyéni haszon keletkezik, hanem nemzetgazdasági is, mert a kiegyensúlyozott, tudatos és magasabb fokú vízgazdálkodási tevékenységgel nagyobb mennyiségű áru alap keletkezik, nagyobb érték előállítása történik meg, sőt, környezetünk állapotát is javítani tudjuk. A törvény és a hozzá kapcsolódó intézkedési csomag révén átlagosan 5 millió forinttal csökkenhet, ez egy gazdasági kérdés, 100 hektár termőföld öntözéshez szükséges beruházásának előkészítési költsége. Továbbá lecsökkennek az öntözéses fejlesztés beruházásához szükséges időtartalmok is, várhatóan 120 nappal, a korábbi 1-2 vagy akár 3 évhez képest is. Hazánkban az öntözött területek nagysága mintegy 100 ezer hektár, amelyből legnagyobb arányt a szántóföldek, a szántóterületek öntözése teszi ki. Ezt követi a gyümölcsösök, a friss telepítésű erdőterületek öntözése, elenyésző a gyepek és a szőlő öntözés. Jelenleg ugyanakkor kb. 200 ezer hektárnyi terület rendelkezik öntözésre vonatkozó vízjogi engedéllyel. De a magyar gazdák ennél többet szeretnének, mint egy 3-400 ezer hektárt öntöznének. Ez a korábbi agrárkamarának a felmérése volt. Elnézést. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy picit álom. Ma Magyarországon, ha belátható időn belül, mint egy 200-250 ezer hektárnak az öntözése valósulhat meg. Sajnos koromnál fogva én emlékszem, amikor Magyarországon mintegy 350 ezer hektár öntözött terület volt, az még az akkori kiskörei és a vízrendszereknek, a körösök vízrendszerének a fejlesztése révén került megvalósításra. Tudjuk, hogy ez a terület jelentős részben visszaesett, és ennek számtalan oka, okozója volt, van. Jelentős részben korábban a kárpótlási törvény, az átalakulás, a rendszerváltozás, és most pedig az elmúlt években egyik komoly gondja, hogy az öntöző területeknek a növekedése nem tudott megtörténni olyan mértékben, mint ahogy a gazdálkodók szerették volna, ez pedig az osztatlan közös tulajdoni viszonyok miatt fennálló számtalan érdeksérelem vagy érdekviszony. Erre szól az a törvényünk, amely szintén az osztatlan közös tulajdonnak a megszüntetése vagy annak a segítésével tudjuk elérni azt, hogy ez az előbb említett 200-250 ezer hektár öntözésre, belendezésre kerülhessen.
Ezért ösztönözzük a gazdák közötti együttműködést, az öntözési közösségek létrehozását. Ezen közösség egy olyan jogi személy, amely több mezőgazdasági termelő összefogásával jön létre, amely révén a vidékfejlesztési program keretében megjelenő pályázatokon nagyobb intenzitású támogatás vehető igénybe. Mostanra több mint 70 ilyen közösség alakult. Én ezt egy kicsit kevésnek tartom, de bízom abban, hogy főleg ez a nyári időszak mutatta meg számtalan gazdának, gazdálkodónak, hogy nagyon fontos ezeket a közösségeket megalkotni, és így tudnak igazán majd öntözésfejlesztési projektekben aktívan és olcsóban részt venni. A tárca több pályázati felhívással is támogatni kívánja az öntözéses gazdálkodás fejlesztését. A legjelentősebb a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazati fejlesztés című felhívás, melynek keretében többek között víztározók létrehozása, természetes szűrőmezők kialakítása, új öntözőberendezések telepítése, illetve a meglevő öntözőberendezések hatékonyságának javítására pályázhatnak a gazdák. Nagyon fontos, hogy ma már ezek az új öntözőberendezés, mondhatom azt nyugodt lelkiismerete, hogy víztakarékosak, és valóban abba a klímába, abba a szintbe tudják eljutni az öntözővizet, ahol a legkisebb veszteséggel tudjuk hasznosítani akár a növény, akár a gazda. A pályázati felhívásra 50 milliárd forint állt rendelkezésre, jól mutatja a felhívás népszerűségét, hogy eddig 671 támogatói döntés született, mintegy 36 milliárd forint értékben. A fejlesztések révén megközelítőleg 30 ezer hektárral növelhető az öntözhető területek nagysága. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom, hogy a mai találkozó is segítse az együttgondolkodást és a cselekvést, ami hozzájárul vízkészleteink fenntartató használatához, vizeink ökológiai állapotának megőrzéséhez és a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez. Eredményes munkát, tanácskozást, értékes beszélgetéseket kívánok Önöknek, és bízom abban, hogy, és nem akarok ünneprontó lenni, bízom abban, hogy Magyarországon egyre többen tudják és akarják fogyasztani a természetes ivóvizet. Köszönöm szépen!